Szombat este Liverpoolban Séra Zoltán harmadik menetes TKO vereséget szenvedett Joe Selkirk ellen a WBO betöltetlen nagyváltósúlyú Európa-bajnoki címmérkőzésén. A 28 esztendős budapesti ökölvívó vasárnap délután érkezett haza menedzserével, Petrányi Zoltánnal, akivel közösen értékelték a Liverpoolban történteket. Érzések kavarognak bennem, mindenféleképpen pozitív érzések, tehát abszolút nem jöttem haza Magyarországra Angliából negatív érzésekkel, tehát örülök, hogy eljutottunk odáig, hogy egy WBO Európa-bajnoki címért boxolhattam. Persze még boldog lennék, nem örülök ennek a vereségnek, nem örülünk egy vereségnek, nem lehet örülni egy vereségnek, tehát persze boldog lennék, hogyha ezt a címet megnyertem volna, ha meg tudtam volna verni az ellenfelet. Én úgy érzem, mindent megpróbáltam megtenni azért, hogy ez sikerüljön. Sajnos ilyen ez a egyéni sport, mindig valaki nyer, hát most sajnos úgy jött ki a lépés, hogy most én veszítettem, ezt el kell fogadni, megyek tovább. Tovább kell lépni, tehát keményebben kell edzeni, és fejlődni kell tovább, hogy nyerjünk komolyabb mérkőzéseket is. Maga a mérkőzés nagyon jó volt a hangulat, azért azt ne felejtsük el, hogy amikor mentem be, engem kifütyült a közönség, és amikor jöttem le az arénából, tapsoltva búcsúzott tőlem a közönség, tehát úgy érzem, hogy helyt tudtam állni, de még egyszer mondom, nem helyt állni mentem ki, hanem győzni, és nagyon sajnálom azért ezt, hogy nem sikerült, ettől függetlenül nincsenek bennem negatív élmények, érzelmek. Egy vesztes mérkőzés után igazából nem tudunk jókedvűek lenni, de ha hiszed, ha nem, itt a TKO-s vereség ellenére több a pozitív érzés bennünk, mint a negatív. Beszélgettünk Zolival, hát sokat természetesen meccs előtt is, tanakodtunk, hogy elfogadjuk, vagy ne fogadjuk el. Arra is volt okunk, hogy miért kell lemondani, miért várjunk, miért ne várjunk. Végül is ketten döntöttünk úgy, hogy a meccset elvállaljuk. Ez körülbelül olyan másfél-két napos várakozás volt, amíg rámondtuk az igent. Elvállaltuk, én úgy gondolom, sőt, hát megbeszéltük Zolival, nem bántuk meg itt a vereség ellenére sem. Én maximálisan, persze még egyszer mondom, hogy egy vereség után nagyon nehéz pozitív érzéseket táplálni ilyen mérkőzésre, de egész végig jól éreztem magam. A Zoliból legalább kiderült az, hogy ütésálló, idegileg nem bántja a tömeg, és persze saját magához képest jól teljesített. Mivel ez egy tévés mérkőzés volt, így a felvételeket itthon megvannak, itthon a felvételek vissza fogom nézni, tehát így elég nehéz, még nem láttam felvételeket, bármit mondani erről az ellenfélről. Csak az érzéseimre hagyatkozok, amit persze belülről éreztem, ezt kívülről még a mérkőzést nem láttam. Nagyon erősnek tűnt az ellenfél, jó ütőereje volt, ami meglepődtem, tehát nem gondoltam, hogy ekkora ütőerő lesz mögötte. Mivel én elég jól bírom az ütéseket, és itt is úgy érzem, egész jól álltam, de nem nagyon jellemző rám, hogy én könnyen repedek, vérzik orrom, bármin vérzik. Most elég hamar elkezdett vérezni, tehát nagyon jól eltalálgatott, nagyon beleállt az ütésekbe. Gyors volt, amit tudtunk róla, hogy ő kontrabunyós és gyors, de ez is kicsit meglepetést okozott, a gyorsasága és a nagyon jó kontrabunyót tudott bemutatni a ringben. Hallottam, hogy a Catman kérdés a televízióban is szóba jött, meg azóta a fórumon is többen szóba hozták, és hát meg kell mondjam, külföldi mérkőzéseken abszolút nem mi diktálunk, hogy kit viszünk, hányan megyünk, persze azért vannak alapok, egy ilyen címecsre valóban illet volna a promóternek legalább két edzőt fizetni, de semmiképp nem akart, pedig hát az volt az első feltételem, de aztán elsiklottak emellett, és számomra csak akkor derült ki, hogy végül is egy edző mehet Zolival, amikor már küldték a repülőjegyet, szóvá is tettem, de mondták, hogy a Frankfurt egyre mondta rá az Omentit, most vagy lefújtam volna a mérkőzést, vagy erőszakoskodtam volna, elfogadtuk az egy edzőt. Azt pedig hozzá kell tennem, igen, Catman az jól lenne a sarokban, de nincs Catmanünk. Tehát az a hivatalos Catman, amit kint látni a nagy gálákon, nekem nincs ilyen. Tehát mindig a sérüléseket mi oldjuk meg. Azt nem mondom, hogy orvos vagyok, de amikor ott van kettő ember a sarokban, akkor az egyik ilyen esetben tudna foglalkozni a sebbel. És hát most mindent egyedül kellett megoldjak. Nagyon nehéz kimosni egyedül a fogomit, esetleg egy sebet leápolni, ezért kéne ilyenkor mindenképp a két ember a sarokban. Egyáltalán nem bántam meg azt, hogy kimentünk, persze itt volt az idő, hogy kipróbáljam magam nemzetközi szinten, kipróbáljam magam, hogy egy ilyen övér milyen szintű boxolókkal kell megküzdeni, kiket kéne legyőzni. Hát egyelőre ez még nagyobb feladatnak tűnt annál, mint amit meg tudtam volna oldani. Természetesen igen, utána volt egy orvosi vizsgálat a mérkőzés után, egy
10 nap múlva szedhetem, vagy szedhetik ki a szememből a varratot, utána tökéletesen edzés munkába tudok állni, egy hónap pihenőt írt elő az orvos, tehát egy hónapig nem lehet mérkőzésem, utána persze az Zolival egyeztetni fogunk, persze akarok még meccseket, szeretnék meccseket vívni, edzeni és fejlődni tovább, tehát ez a cél. Hát ha most azt veszik figyelembe, hogy ilyen veretlenségi mániánk lenne, és akkor addig fogjuk vissza, amíg nem vagyunk biztosak a győzelemben. Igenis, Zolinak van 12 győzelme, most beesett egy vereség is, abszolút benne volt a pakliban, tudtuk, sőt, hát azt is tudtuk, hogy nem ő az esélyes. Én úgy érzem, hogy a későbbi fejlődés szempontjából ez a mérkőzés hasznos volt neki. Itt megmutatta, hogy igenis férfi tud lenni a talpán akkor is, amikor baj van, nem csak akkor, amikor könnyebb ellenfelek ellen kell boxolni. És hát te vele is beszélgettél. Én szerintem sokkal nagyobb lendülettel fognak jelenni az edzések, mint mindeddig. Tehát maximálisan eddig is teljesített, de még egyszer mondom, csak pozitív érzései vannak itt a meccs után, úgy tudom, még a sérülési ellenére is.